Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Új játszótér Őcsényben 30 millió forintot nyert a település a Magyar Falu program pályázatán. Vízelvezető rendszer épül Bogyiszlón, tovább fejlődik a település. Kellemeset a hasznossal, a versenysport és a szabadidős mozgást is segíti a Szekszárdon átadott fejlesztés. Fórum a mezőgazdaságról, a Dél-Dunántúli térség fejlesztése volt a középpontban Pakson. Új játszóteret kaptak az őcsényi gyerekek. A település ugyanis 30 millió forintot nyert el a Magyar Falu program pályázatán. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, a fejlesztésnek köszönhetően Őcsény igazi családbarát település lett. Őcsényben az elmúlt években közel 1 milliárd forint értékben zajlottak fejlesztések. Ide tartozik a helyi általános iskola és óvoda felújítása, továbbá az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése. Valamint a belterületi esővíz elvezetési projekt első üteme zajlik, mondta el Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó adottságú település Őcsény, de közel van Szekszárdhoz, nagyon sokan ide kiköltöznek, ezért is nagyon fontos, hogy a gyermekek, a családok számára olyan infrastruktúrák, olyan lehetőségek épüljenek, ami továbbra is vonzóvá teszi a települést. Ezúttal pedig sok család örömére a Magyar Falu program pályázatán elnyert 30 millió forintból a település játszóterét is tovább tudta fejleszteni az önkormányzat. Itt többek között az általános iskolás gyerekek játszanak szinte minden délután. Ez a közösségi játszótér, aminek most az átadásán vagyunk, ez is ebbe a fejlesztési programba illeszkedik be, tehát mondhatni azt, hogy Őcsény igazi családbarát település. Horváth István hozzátette, Őcsény a Sárköz jelentős települése, fontos helyi közösségi értékekkel és hagyományokkal rendelkező falu, ahol egyébként a lakosság száma nem csökkent az elmúlt években, sőt egyre többen költöznek ide. 1730 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.846.311 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 48, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.390 főre emelkedett. 1896 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.402.000-en kaptak. Tolna megyében 55 új fertőzöttet regisztráltak hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta 39.122-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Újabb beruházás van folyamatban Bogyiszlón. A középületek felújítása után most a község csapadékvízelvezetésén dolgoznak a szakemberek. Helyenként nyitott vagy zárt árokrendszerrel szabályozzák a belterületi vízelvezetést. A közel 300 millió forintos beruházás a területi és településfejlesztési operatív program keretein belül valósul meg. Bogyiszló folyamatosan épül és szépül. Az elmúlt években szinte az összes középületet felújították, a közelmúltban pedig átadták a 8 férőhelyes mini bölcsödét is, ezzel is segítve a községben letelepült fiatal családok életét. Mindeközben újabb fejlesztés van folyamatban. A területi és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően a község belterületi vízelvezetését fogják megoldani. Az egészen a Tolnai utcától a Honvéd utca közepéig a Holtág mentén az országos főút mentén tulajdonképpen valósul meg. Általában nyílt árkos rendszer, egységes kocsi bejárók jönnek létre térköves bejárókkal, egy egészen más faluképet fog mutatni utána a település, néhány helyen zárt rendszerű csapadékvízelvezető rendszer is. Tóth István azt is hozzátette, hogy a beruházással európai kinézetű főutcát fognak látni majd az ott élő emberek. Az árokrendszer várhatóan őszre készül el. A lakosságnak türelmét kérjük, mert ilyenkor fönnakadások szoktak lenni. Van, hogy néhány napig nem tudnak bejárni az udvarba, vagy a garázsba kocsival beállni, vagy valami szállítmányt hozni. És hát lehet olyan is, hogy a megszokott kocsi bejáró szélesség változhat. Hát ezek mind most a kivitelezés problémái, de meg fogjuk őket oldani.
A közel 300 millió forintos beruházás kivitelezésével párhuzamosan már folyamatban van a második ütem tervezése. A cél az, hogy Bogyiszló teljes területén a csapadékvíz elvezetése szabályozott árkokban valósuljon meg. Január és február után márciusban is kedvezőbben alakult a regisztrált álláskeresők száma, mint 2010 óta az azonos hónapokban bármikor, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A jelenlegi 251 ezer főnél tavaly márciusban 52 ezerrel, 2020 harmadik hónapjában pedig 30 ezerrel voltak többen az álláskeresők. Az elmúlt évtized eleje óta a munkaalapú gazdaság sikeres kiépítésének egyértelmű jeleként 1 millió új munkahely létesült Magyarországon. A munkanélküliségi ráta a harmadára zsugorodott, közölte a tárca. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat gyors jelentése szerint egy év alatt több mint 17%-kal csökkent az állás nélkül lévők száma. Az év harmadik hónapjában még sosem tartottak nyilván az idén márciusinál kevesebb álláskeresőt, jelezte az MTI. Megnyitották a térség legmodernebb sportturisztikai központját Szekszárdpalánkon. A létesítmény felszereltségének köszönhetően a versenysport szerelmeseinek és a szabadidős tevékenységet kedvelők számára is otthonul szolgál. Az erősítőgépek mellett öltözők, zuhanyzók és egyéb napi szintű működést elősegítő helységek kerültek átadásra, valamint az eszközpark bővítése is a tervek között szerepel. A cél, hogy minél több turista használja a Sió csatornát pihenésre. Átadták a Szekszárdi Kajakkenu Klub turisztikai központját. A létesítményben öltözők, zuhanyzók és egy állandóan üzemelő büfé is helyet kapott, ezáltal is biztosítva a kirándulni vágyó emberek teljes körű ellátását. Jámbor Attila, a Szekszárdi Kajakkenu Klub sportegyesület igazgatója szerint további fejlesztések várhatók a szabadidős és a versenysport számára is. A jövőben készülő honlap lehetőséget nyújt majd sportfelszerelések és hajók lefoglalásához, így a kirándulni vágyók előre meg tudják tervezni a hétvégi túrát, amihez eszközöket is tudnak majd kölcsönözni a most átadott épületben. Ez a turisztikai központ gyakorlatilag arra lesz hivatott, hogy a szabadidő sportolókat, a városban megforduló turistákat, illetve maga a helyi lakosokat kiszolgáljuk azzal, hogy könnyebben tudnak kijönni a természetben, szervezett körülmények között tudnak sportolást igénybe venni, illetve megismerhetik Szekszárd és környékének azt a részét, amit szerintem a helyi lakosok 80%-a nem ismer. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy különösen örül a fejlesztéseknek, mert a Sió projekt a Tolna megyei önkormányzat kezdeményezése volt. A tervezett beruházásoknak köszönhetően a szekszárdi régió pedig kiemelt turisztikai célpont lehet a jövőben. Szekszárd és környékén nagyon sok olyan fiatal van, aki szívesen űzi ezt a sportot, és emellett még egy nagyon jelentős dolgot is takar ez a történet, mégpedig azt, hogy nem csak kizárólag a sportolóknak épült ez a létesítmény, és működik ez az egész egyesület, hanem túrázóknak, érdeklődőknek, természetkedelőknek, és emeli a Siónak a turisztikai vonzó erejét. Szekszárd és környékéről az embereknek leghamarabb a borok és sajtok jutnak az eszébe, a Sió csatorna és a Gemencezen szakasza sokuk számára még ismeretlen. Ezt próbálják meg népszerűsíteni a tervezett turista útvonalak. Már 8 vízügyi igazgatóság területén kellett első, illetve másodfokú készültséget elrendelni a tartósan vízhiányos időszak miatt, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Erre azért volt szükség, mert a vízügy asszály monitoring hálózatának adatai alapján az ország csaknem egész területén tapasztalható enyhe vagy közepes mértékű vízhiány, és a következő napokban érkező csapadék sem hozhat számottevő javulást, tudatta a főigazgatóság. Hozzátették, eddig mobil szivattyús vízpotlásra, valamint a szabad áramlást gátló akadályok eltávolítására volt szükség, de az öntözési szezonra vízvisszatartó és vízpótló intézkedésekkel is készülnek a szakemberek. Közölték azt is, tavaly májustól most hétfőig mintegy 2,5 havi csapadékhiány alakult ki az országban, csak a március 93%-kal volt szárazabb a sok évi átlagnál. A Közép-Dunamenti Kiemelt Térség Agrárszektor Fejlesztése címmel tartottak közös fórumot a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács képviselői.
A térség agrárfejlesztése, precíziós mezőgazdasági technika kifejlesztése érdekében induló közös projekt fedezetét központi költségvetési forrásból biztosítják. A fórumon részt vett Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács képviselői tartottak fórumot március 29-én az Erzsébet nagy szállodában. Az egyetem és a fejlesztési tanács térség agrárfejlesztését szolgáló közös projektjét dr. Mikulás Brigitta, a tanács elnöke ismertette. A jelen projektnek a célja, hogy a fejlesztési térségben a precíziós gazdálkodás indokoltsága, alkalmazási lehetőségei felmérése, illetve a témához kapcsolódó problémák feltárásra kerüljenek. A projekt finanszírozása az elnök szerint központi költségvetésből történik, ebben nagy szerepe van Süli Jánosnak. A Paks 2 projektért felelős miniszter az eseményen hangsúlyozta. Az atomerőmű építésével párhuzamosan már a kezdetektől fontos volt a térség fejlesztése. Kezdettől azt mondtuk, hogy az atomerőmű építéshez párosodjon egy térségfejlesztés, hogy ne csak azok járjanak jó, akik bekerülnek az atomerőműbe dolgozni, hanem a teljes régióba élő szereplők érezzék, hogy itt jobb ezen területen lakni, és ennek sokféle ágazata volt, ebbe beleértve az elektromos mobilitást, agrár gazdálkodással kapcsolódó dolgot, de a tartósítóipart, akkor hűtőházat, tehát sok mindennel foglalkozunk. A fórumot követően Süli János megköszönte választóinak bizalmát, akik lehetővé tették, hogy a térségért dolgozzon a parlamentben. Arra kérek mindenkit, mert ugye az a biztos, ami már túl vagyunk, hogy vasárnap minél többen jöjjenek el szavazni. 42 éve élek a városba. Ez úgy gondolom, hogy bizonyította az én elkötelezettségemet, hogy arra kérek mindenkit, hogy szavazzanak rám. Április 3-án népszavazásra is készül az ország, amely a miniszter szerint nagyon fontos kérdéseket tartalmaz. Hiába szerepelnek a magyar filmek a nemzetközi élvonalban, a fiatalok körében még mindig az angol nyelvű produkciók és sorozatok a népszerűek. Bár a hazai filmgyártás nemzetközi szinten is elismert, ezt bizonyítja a legújabb magyar Oscar-díj is, idehaza mégis a külföldi alkotások a sikeresebbek. Az idősebb korosztály viszont szívesen nosztalgiázik egy-egy régi magyar filmen. Az idei Oscar-díj átadó erről a jelenetről volt híres azok számára, akik a tévé előtt ültek és nézték végig az Amerikai Filmakadémia ünnepi műsorát. Nekünk magyaroknak viszont nem csak erre az ominózus jelenetre kell emlékeznünk a 94. Oscar kapcsán. Idén a többek között Magyarországon forgatott Dűnének köszönhetően kaphatott Oscar-díjat a legjobb látvány kategóriában Sipos Zsuzsanna magyar berendező, ezzel is gyarapítva a magyar filmgyártás elismeréseit. Évről évre egyre több magyar alkotót és alkotást jelölnek különböző díjakra, így bátran mondhatjuk, hogy a magyar filmek előkelő helyet foglalnak el a nemzetközi sikerek listáján. Az utca emberét kérdezve azonban kiderült, hogy a fiatalabb korosztály inkább az angol nyelvű filmeket, sorozatokat részesíti előnyben a magyarok helyett. Én nagyon szeretek filmeket nézni, de ritkábban nézek magyar filmeket, azok kevésbé kötnek le, mint az angol, ami fordítva van. Én nem szoktam magyar filmeket nézni. Miért? Nem tudom, filmeket sem, nagyon inkább sorozatot. Talán az idősebb korosztály az, akik szívesebben nézik meg a magyar alkotásokat, jobban tudnak azonosulni velük. Nézem, persze, nézem, amikor éppen van rá ideje az ember, vagy éppen unja a másik műsort, ami van, főleg a sok reklámot. Az elmúlt 10 évben sorjáztak a nemzetközi sikerek, ami azt jelenti, hogy érdemes leülni a tévé elé és megnézni a magyar alkotásokat is. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Szabadidőpark és vállalkozók háza Komlón hasznosították az egykori bánya területet a városban. Lezárult az első ütem, 9,3 milliárd forintból épült csarnok az új mohácsi kikötőnél. Gasztroversenyt szerveztek a gyerekeknek, a pályaválasztásban segít a helyi iparkamara. Sportpálya, játszóház, futópálya, irodák és üzemcsarnok is épült a komlói Juhász Gyula utcában. Az egykori, ma már omladozó bányaterületet varázsolta újjá a közel 1 milliárdos beruházás, amit vissza nem térítendő támogatásból valósítottak meg a Baranyai városban. A fejlesztések sora itt nem áll meg, újabb beruházás és munkahelyteremtés megvalósítása a cél.
Ugrálóvár, kültéri játékok az új Komlói Szabadidőparkban. Ebben az épületben is lesznek majd játékok, szeptemberig kell berendezni a tervek szerint. A játszóház mellett irodaépület és üzemcsarnok is épült a Juhász Gyula utcában. A beruházás a szabadidő eltöltését és a munkahelyteremtést egyaránt szolgálja. Komlón a 27%-os munkanélküliséget sikerült 7%-ra leszorítani az utóbbi 12 évben, mondta az átadón az államtitkár. György László szerint új technológia és újabb munkahelyteremtés vár a baranyai kisvárosra a következő években. 50-es években a szén jelentette a jövőt Komló számára, most a zöld hidrogén jelenti a jövőt Komló számára. A Pécsi Tudományegyetemmel közösen itt Komlón létre fog jönni egy olyan tudományos park, ahol a napelem energiáját felhasználva zöld hidrogént fognak tudni előállítani. A jövő a hidrogéni, a hidrogén technológiájé, gyermekcipőben jár még ez a technológia. Azt szeretnénk, hogyha Komló a világ élvonalát képviselni. A vasárnapi átadón a területországgyűlési képviselője is ott volt. Hoppál Péter azt mondta, a polgármesterrel közösen, meghallgatva a komlóiak igényeit, folyamatosan tárgyaltak a kormánnyal a fejlesztésekről. Ennek eredménye a megújult buszpályaudvar, épül a kaptár, civil központ, a bétai elkerülőút. Ez mind sok milliárdot jelent. Kampány van, ezért most támadják ezt a sikersorozatot baloldalról. Olyan jelölt, aki soha nem nyert itt, és nem is itt él már, mondja a képviselő. Ilyenkor előkerül budapesti lakásából, és elmondja, hogy itt Komlón máshogy kéne mennie a dolgoknak. Attól tartok, hogyha valaha ők újra visszakerülnek a hatalomba, a baloldalról beszélünk, akkor újra tönkre megy az ország, és tönkre megy a város is. Úgyhogy ne adjuk meg nekik ezt a lehetőséget, hanem mi továbbra is tartsunk ki a fejlődés mellett, és a munkánkkal tegyük oda magunkat, mert Komlón még további fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy ez a virágzó európai kisváros az egész ország példájára egy csodaváros is lehessen. A komlói Juhász Gyula utcában egy bányászati üzem volt, egy csillebuktató, ahol fogadták a szenet. Ez a terület sokáig az enyészeté volt, majd 2016-ban kormányzati segítséggel elindulhatott a rendbetétele. Ennek az eredménye a Szabadidőpark és Vállalkozók Háza, amit 960 millió forint vissza nem térítendő támogatásból alakítottak ki. Befejezték a mohácsi közforgalmú kikötő építésének első ütemét. Ennek keretében egy összesen közel 1000 négyzetméteres csarnokot avattak fel a Dunaparti városban. A projekt összköltsége 9,3 milliárd forint, mely összegből kiszolgáló létesítményt, szociális blokkokat, adminisztratív helyiségeket és munkagépek tárolására alkalmas teret alakítottak ki. Az átadó ünnepségen elhangzott, hogy emellett más fontos beruházások is hozzájárulnak a baranyai város gazdasági fejlődéséhez. Elkészült az új csarnoképület Mohácson a közforgalmú kikötő építésének első ütemeként. Kezdetben az 5 milliárdos projektet a kormány 2,8 milliárddal egészítette ki, ám a tervek átalakítása és az anyagárak emelkedése miatt végül 9,3 milliárd forintból épült fel az ingatlan. A kisebb épületben a kiszolgáló létesítmények, szociális blokkok és az adminisztratív feladatokat ellátó irodai helységek kapnak helyet 245 négyzetméteren. A nagyobb építményben pedig munkagépek, eszközöket fognak tárolni, mintegy 800 négyzetméteren. Az ünnepélyes átadón Hargitay János, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, Mohács egy logisztikai bázis és egy közlekedési csomópont is lesz, hiszen további fontos beruházások is zajlanak a térségben. Igazán szépen is látványosan épül az autópálya, végre dél felé lesz egy kapunk, kinyílik a világ, és ez a Mohács térségi gazdaságot is ösztönözni fogja. Mohács logisztikai szerepét igazán emellett a beruházás mellett az autópálya beruházás teszi térképre. Emellett egy szintén nagy volumenű fejlesztést is kiemelt a politikus, ami további növekedést idézhet elő a térség gazdasági életében. Ugye a kormány is egyértelműen elkötelezte magát Szeged-Pécs összekötése mellett, ez racionálisan csak egy nagy Mohácsi Duna hídon keresztül történhet meg. Ugye azt késztényként lehet most is rögzíteni, hogy amikor mi itt beszélünk a kikötőbe, akkor tervezőasztal mellett dolgoznak a tervezők, a kétszer kétsávos Duna híd tervei készülnek. Kapcsolódva a közlekedési fejlesztésekhez pedig Hargitay János kiemelte, hogy a közforgalmú kikötő is hamarosan elkészül. 2023. december 31-e ugyanis a határidő, ám a kivitelező ígérete szerint már fél évvel előbb befejezik a hajópihenő építését.
Megtartották az Idesüs elnevezésű gasztroverseny döntőjét a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A pályaválasztás előtt álló általános iskoláknak szervezték a megmérettetést. Cél, hogy már a fiatal korban megismertessék a tanulókat a vendéglátóipari szakmákkal, így csábítva őket erre a területre, mikor szakmát választanak. Húst süt a Villányi Radnai Gyula. A 12 éves fiú otthon is segít a főzésben szüleinek. 1-2 éve kezdtem el főzni, és úgy akkor segítkeztem anyukáméknál, apukáméknál, mert nekünk kint az udvaron van egy sparhártunk, és azon apukám nagyon szeret finom rozmaringos csirkét csinálni. És ott segítettem nekünk, meg akár, hogyha pörköltet is csináltunk olyankor. A Baranya megyei 6.-7. osztályosoké volt a Zsolnai Szakképzőiskola tankonyhája hétvégén. Itt rendezték a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara vendéglátó szakmaismereti versenyét. 2 ételt kellett a zsűrinek kitalálniuk. Az volt a célunk, hogy mutassuk azt, hogy szezonálisan kell ételt készíteni, és egy medvagyma krémlevesre sajtos pirítossal, tehát egy teljesen egyszerű étel, és egy barna sörös sertéstarja lesz gyökérzöldségekkel, és egy nagyon finom habos burgonya pürével. Az Idesüs elnevezésű pályaorientációs versenyt most rendezték meg első ízben, a helyi iparkamara égisze alatt működő gasztronómiai klaszter szervezésében. A gasztronómiai klaszter úgy gondolta, hogy a szakmai utánpótlás szempontjából ezt valójában így gyerekkorban kell elkezdeni, legyen a gyerekeknek kedve főzni, és amikor elkezdenek egy ilyennel foglalkozni, akkor mindjárt adjunk olyan feladatot, ami helyi termékre, helyi alapanyagokra, szezonális dolgokra, de minden olyanra fókuszáljon, hogy eleve ne a rossz felé indítsuk, hanem a nagyon jó felé indítsuk, ami egy ilyen élhető és fenntartható gasztronómia. Nagyon sokan jelentkeztek. Egy élményt akartak adni a gyerekeknek, hogy felkeltsék az érdeklődésüket a vendéglátóipari szakmák iránt, mondja a kamara projektvezetője. Összesen 224-en jelentkeztek a megye minden területéről. Ez 74 csapatot jelent. 3 fordulós volt a megmérettetés. A 10 csapatos döntőt szombaton tartották Pécsen. Itt a főzés mellett a tálalásra is figyeltek a zsűri tagok. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Új játszótér Őcsényben 30 millió forintot nyert a település a Magyar Falu program pályázatán. Vízelvezető rendszer épül Bogyiszlón, tovább fejlődik a település. Kellemeset a hasznossal, a versenysport és a szabadidős mozgást is segíti a Szekszárdon átadott fejlesztés. Fórum a mezőgazdaságról, a dél-dunántúli térség fejlesztése volt a középpontban Pakson. Szerdán Zömében erősen felhős, de még enyhe időre van kilátás. Délután előfordulhat kisebb eső, erős lökésekkel kísért délnyugati szél fúj majd. Az esti éjszakai órákban jelentősebb csapadék nem, de helyenként kisebb eső előfordulhat. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!